Nagy-nagy szeretettel, üdvözlök mindenkit! Szerelem, párkapcsolat, március! Különleges a márciusunk, igen, hiszen két bolygó össze fog fonódni: a Mars és a Vénusz, és ráadásul kétszer, mert 22-ig a Mars a vízöntőben lesz, Viszont 11-ig, március 11-ig a Vénusz is a vizöntőben lesz. Utána március 22-től a halakban lesz a Mars, viszont a Vénusz már 12-től lesz a halakban. Tehát kétszer is összefonódnak a Mars, ez férfi energia, a Vénusz női energia a mars az, az aktív, aktív energia, a vénusz meg a szépség, a szerelem. Most is érdemes három darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendentst és a holdjegyet is. Kós, itt a Mars és a Vénusz összefonódása a 11-es és a 12-es szektort érinti. A 11-es szektor az viszont az internet, lehet, hogy az interneten keresztül valakivel megismerkedünk, vagy a csoportok, a barátok egy, egy baráti társaságban, vagy egy csoportban, vagy egy barátságban szerelem alakul ki. A 12-es szektor viszont, viszont a titok például, Na nézzük, az egyedülállóknak, mit jelent, hatos tűz energiát kaptunk, rögtön, rögtön ilyen kos energiát, aktív energiát, mars energiát kaptunk, és a mars a ti bolygótok. Hát ez viszont maga a győzelem, a győztesek kártyája. Örömteli híreket kaphatunk. Ha pár kapcsolatról van szó, akkor a kapcsolat virágzása, tehát itt elindulhat egy... Virágzó kapcsolat. Nagyon pozitív kártyát kaptunk. Csodálatos. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Stabil párkapcsolat. A szerelmesek. Ez is jó kis tűzenergia. Szerelem, romantika, megértés, egymás támogatása. Ez is pozitív kártya. Kölcsönös vonzerő. Hm? Biztonság. Nagyon jó, nagyon jó. Két pozitív kártyát kaptunk, megyünk tovább. Bonyolult, bonyolult kapcsolat. Na mi van itt? Hm? És ez is tűzenergia. Nem akármilyen, ez maga az ördög. Hm. Az ördög nem alszik. Ilyen ördögi dolgok, ilyen világi, evilági dolgok ide tartoznak. Hát ez maga a tiltott gyümölcs. Tessék, megkaptuk. Ez maga a tiltott a gyümölcs. Hát az ördög, az lehet azért um, féltékenység is, igen, igen. Sőt, ráadásul nagy féltékenységet is okozhat az ördög nekünk, de ez maga a csábítás, ez maga a vonzerő, ez maga a szenvedély. Megyünk tovább. Még egy, egy üzenetet hoztam, egy üzenetet. Azért. Tízes napocska, napocska, a kosoknak a legszebb kártyát kihúztuk, a legcsodálatosabb kártyát kihúztuk. A napsütés, hát mikor, hanem most március egy, kettő születésnapok vannak, úgyhogy boldogságos születésnapokat kívánok a kosoknak. Csodálatos kártya a nap. A ragyogás, a boldogság, a siker, a szenvedély, és megint tűzenergia, tehát aktív, aktív, forró, forró energiát kaptunk. Forró kártyákat kaptunk, forró energiákat kaptunk, tehát kaptunk egy ilyen megerősítést. Bika, itt a Mars és a Vénusz összefonódása a 10 és a 11-es szektort érintik. A 10 szektor az maga. A karrier viszont a státusz is. Státusz, lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy feleség lettem, lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy végre elváltam. Lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy anyuka lettem, vagy apuka lettem. A 11-es szektor viszont az internet, az interneten keresztül megismerhetünk valakit, megismerkedhetünk valakivel, vagy a 11-es szektor a csoportok, a barátok, tehát egy barátságból akár Szerelem lehet. Na nézzük, az egyedülállóknak. Az egyedülállóknak hmm, 18-as kártya, ez viszont maga a hold. Érdemes odafigyelni. Új holdkor, teli holdkor történhet valamilyen fontos esemény. Lehet, hogy pont ezen az eseményen megismerkedünk valakivel. Viszont a hold maga a titok, a titokzatosság, a félelem lehet. Lehet, hogy valaki már szeret valakit, de fél bevallani. Még lehet önmagának is. Félelem lehet a háttérben. Lehet olyan is, hogy félek egyedül maradni, félek az egyedül léttől. Ez is benne van. Titokzatos, titokzatos kártya nagyon. Plusz információt fog adni nekünk ez a levél. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Stabil párkapcsolat. Ó, ez is milyen titokzatos kártya. A remette. Tehát ez is titok. Például valami kiderülhet. Valamit megtudhatunk. Itt ez a lámpás a kezünkben. Valamit kivilágít. Hmm. vagy lehet, hogy mi kutakodni akarunk egy picit a párunk telefonjában, tehát valamit meg akarunk tudni, tehát ilyen kettős ez a kártya, mert üzenhet valakinek egyébként egy komoly kapcsolatot, egy, egy mély kapcsolatot, mm, amiben tehát mindkét ember szereti, szereti egymást. Vagy, vagy lehet olyan is, mert ugye a remetez maga az egyedülét, hogy egyszerűen az ember azt fogja érezni, hogy kész, kell nekem az az egyedülét, egy picikét. kell nekem egy kis szünet. Vagy az ember azt érezheti, hogy egyedül van ebben a párkapcsolatban. Hiába, hiába egy párt alkotunk, de mégis én én azt érzem, hogy hogy egyedül vagyok. Hm? Van ez így? Van ez így? Hát érdekes. Majd plusz információt kapunk ettől a levéltől. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat. Bonyolult párkapcsolat. Úgy, de pozitív kártya. Pozitív kártya, hármas kejhek, Ez boldogság, ez ünnep. Ez ünnep, ez. Hm. Hm. Ráadásul, itt is van hold például. Valamilyen fontos esemény lehet, számunkra fontos esemény. Új holdkor, teli holdkor, érdemes odafigyelni. A teli hold kivilágíthat nekünk valamit, új holdkor viszont az új hold elindíthat valamit, egy új dolgot. Nagyon összefonódik itt az energia. Tehát ez a titok, a hold az mindig titok. És ugye ez is titok maga, remete, holddal kezdtünk, de egyébként magába ez a kártya, ez boldogság, ez ünnep, ez öröm, és ez pezsgőbontás. Hát most már én is kíváncsi vagyok erre a plusz, plusz kártyára. Ó, oh. hmm, komoly kártyát kaptunk, 13-as, ez maga a halál, ez maga a nagy változás. A halál az mindig a nagy változás, az áttalakulás a transformáció, a halál, az élet, és a halál valaminek a vége, és valaminek a kezdése. Nagyon érdekes, lehet, hogy itt véget ér egy kapcsolat, és lehet, hogy egy új elkezdődik. De valamilyen változás lehet, ez komoly kártya, ez karmikus kártya, és ráadásul ugye március Március, hogyne, 25-én hát holdfogyatkozásunk lesz. Hogy el is felejtettem, hát holdfogyatkozásunk lesz, erről beszéltem a tegnapi videókban is. És ugye itt is van egy hold, itt is van egy hold. A holdnak a hatását egész márciusban érezhetjük. És ráadásul a holdfogyatkozással kezdődik egy karmikus időszak, ami április 8-áig fog tartani és ez is egy karmikus kártya, tehát itt valamilyen karmikus dolog fog történni, történhet. Egy karmikus kapcsolatról van szó. Ikrek, hát itt a Mars és a Vénusz összefonódása a 9-es és a 10-es szektort fogják érinteni. A 9-es szektor a külföld például. A külföld, a felsőfokó oktatás, a jogi ügyek, a, hit, a vallás. Tehát ezen a területen lehet, hogy Épp hm, megismerkedünk a párunkkal, lehet a párunk külföldi lesz. A tízes szektor viszont maga a státusz, tehát itt lehet státuszváltás. Eddig szingli voltam, most meg lesz párom, eddig együtt voltunk, nem hivatalosan, most meg hivatalosan. Ráadásul a kilences szektor ugye a jogi ügyek. Érdekes. Na de nézzük az egyedülállóknak. ó! A 15 az ördög, vagyis az ördög lány. Milyen szép ez a kártya, nagyon szeretem. A csábítás, hm? az elgyengülés nagyon Forró kártyát kaptunk, nagyon szenvedélyes kártyát kaptunk. Nehogy öde, oda legyünk láncolva ehhez az ördöglányhoz, tehát ehhez az ördöghöz. A tiltott gyümölcs, a tiltott gyümölcs is ez. Egyébként ö, nagy ünnepet szokott is mutatni ez a kártya. Lehet, hogy lesz egy nagy ünnep, lehet, hogy részt fogunk venni ezen a nagy ünnepen, és ott ott ismerkedünk meg a nagy ővel. De nagyon-nagyon tüzes ez a kártya. De viszont a féltékenység is azért ide tartozik. Amit még szeretnék mondani, az ördög adhat nekünk egy olyan párt, aki, aki lehet egy manipulátor, aki nagyon nyomasztó lehet, akitől nagyon nehezen fogunk tudni például megszabadulni. Hogyha úgy fogjuk gondolni, hogy ez egy toxikus párkapcsolat. Tehát ez ö, tényleg forró kártya, meg is égethetjük magunkat. Érdekes, megyünk tovább. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Hm, ez is nagy árkánum. Ez viszont a 12-es az akasztott ember. Hát először is az áldozat ide tartozik. És főleg az ördög mellett azért az energiák összefonódnak az ördög mellett óvatosan mert áldozat hát áldozatok lehetünk ebben a kapcsolatban vagy valamit fel kell lesz áldoznunk ezért a kapcsolat vagy ebben a kapcsolatban nehézkes nehézkes kártya nehézkes, lehet hogy kompromisszumot kell lesz kötni lehet hogy két szék közé eshetünk ez is benne van főleg az ördög lány mellett Uhum. Oda lehetünk láncolva ehhez a kapcsolathoz. Lehet, hogy el akarunk szabadulni, el akarunk menekülni. De nem tudunk. Nehézkes kártya. Megyünk tovább. Bonyolult pár kapcsolat Nyolcas. Kejhek, vízenergia energia. Milyen érdekes. Milyen érdekes. Menekülni akarunk. Tehát így összefonultak itt, a, itt az energiák. Tényleg, mint a, Mars és a Vénusz, menekülés, valamit ott akarunk hagyni, valamit, vagy valakit, ezt a párkapcsolat, lehet a a párkapcsolat vége is. Tehát ez a kártya mutat ilyet, búcsú, búcsú a szerelemtől, vagy egy bizontalan időszak kezdődhet, nehéz, nehéz időszak kezdődhet. Nézzük meg a plusz kártyát, a levél, a levél mit üzen nekünk? A levél. Hm. És ez is itt nagy A remette, hm. a remette, a remette mindig el akar vonulni, az egyedülétet szokta választani, lehet, hogy kell ez az egyedülét. Lehet, hogy elegünk van ebből a párkapcsolatból, elegünk van egy toxikus kapcsolatból és vágyunk az egyedül létre, vagy kell az az egyedül lét, hogy egy picit átgondoljuk a dolgokat. Plusz a titok is ide tartozik ez a kártyához, és itt ez a lámpás valamit nekünk kivilágíthat. Hát, az ördögnek meglátjuk az igazi arcát? Nagyon érdekes itt. Rák, Hát itt a Mars és a Vénusz összefonódása a nyolcas szektort érinti, és a 9 szektort. Hát a nyolcas szektor nagyon szenvedélyes, ugye a plutónak a szektora, tehát ez maga a fogantatás. Viszont az élet és a halálnak a szektora. A 9 szektor viszont a külföld, a felsőfokú ö, oktatás, a jogi ügyek, a hitta-vallás. Tehát ezen a területen ö, történhet valamilyen érdekes dolog. Lehet, hogy a párunk éppen külföldi lesz, vagy éppen, ö, éppen ugye a jogi ügyek ide tartoznak, hivatalos lesz a kapcsolatunk, lehet, hogy egy házasságkötés fog történni, vagy. Vagy véget ér egy házasság. Milyen. Na, menjünk tovább. Nézzük. Az egyedülállóknak kilences, kilences szektor, kilences, jaj, de jó, ez csodálatos. Csodálatos szektor, csodálatos kártya, és vízenergiát kaptunk a ti energiátok, érzelmek, hát boldogság, boldogságról van itt szó. Az álmunk, a vágyunk teljesülhet. Érdekes, érdekes, nagyon-nagyon pozitív kártyát kaptunk. Stabil párkapcsolat. Hát ez viszont nem pozitív kártya, viszont megint csak a ti energiátok, víz energia. Hát ez nem pozitív kártya, ez szomorúság, ez csalódás. Uh -huh. És ugye a nyolcas szektor. Például, ahogy mondtam, az az élet és a halál, a kezdés és a befejezés. Uh -huh. Itt kaphatunk valamilyen rossz híreket, itt csalódhatunk. Nem pozitív kártya egyáltalán. Viszont viszont a tanács. Ezt muszáj elmondanom. Ez a kártya mindig azt tanácsolja, hogy fel a fejjel elég elég a. Sirásból, a pityergésből. Miért? Mert, mert kapunk új esélyt, új lehetőséget, lehetőséget például kibékülni. Tehát ezek a kejhek, egy, kettő, három, már, már nem jelentősek kész. Ne nézzünk rájuk, hanem inkább fel a fejjel, és, és vegyük észre ezeket a kejheket, ezt a kettőt, ezek az új lehetőségek. Megyünk tovább, és akkor bonyolult párkapcsolat mit ad -e nekünk. Tízes kardok szúros fájdalmas kártya, és ez a kártya maga a lezárás. És ahogy mondtam, a nyolcas szektor a születés és a halál, a lezárás is. Tehát lehet, hogy véget ér egy kapcsolat, uh -huh. lehet, hogy elegünk lesz ebből a kapcsolatból, és azt mondjuk, hogy kész elég, mert a kardok maga a kommunikáció, lehet, hogy sokat ígérnek nekünk, de nem tartják a szavát. Szóval a lényeg, tehát a lezárás, tehát ez fájdalmas kártya, itt nincs mit szépíteni. Lehet, hogy egyszerűen úgy döntünk, hogy egy kellemetlen időszakot lezárunk, és tovább lépünk, tiszta alappal fogjuk. Kezdeni az egészet. Érdekes, érdekes. Nos, mit mond nekünk a, a levél? A levél a kezdés. És ahogy mondtam, a nyolcas szektor az ilyen. A kezdés és a vég. Az élet és a halál. Itt valami, valami újnak a születése, és tűz energiát kaptunk. Tehát szenvedélyes energiát kaptunk. Ez lehet egy új párkapcsolat, ez lehet egy új szakasz. Lezárjuk a, a vitát, lezárjuk a, a nehezebb szerelmi szakaszt, és új lappal kezdünk, de van itt szenvedély. Tűzenergiát kaptunk, tehát van akarat. Oroszlán, Nos, hát itt a Mars és a Vénusz összefonódása a hetes és a nyolcas szektort érinti. Ó, nagyon szenvedélyes itt mind a két szektor, miért? Mert a hetes a partnerek, tehát a szerelmi partnerünk ide tartozik, a, a házastársunk ide tartozik, a nyolcas viszont... Ó, maga a fogantatás például. Az élet és a halál, a kezdés és a befejezés. Na nézzük csak az egyedülállóknak, mit üzennek a kártyák. Kilences kardok nehéz kártya, ez, ez lehet, hogy befejezés. Igen. Hát, nehéz kártya, szúrós kártyát kaptunk. Egyszerűen az álmatlan éjszakák ide tartoznak. A kard, ez maga az ész, a kard, maga a gondolat, lehet, hogy valami nem hagy minket békén, lehet a lelkiismeret furdalásunk, hogy miért szakítottam bele, vagy miért vesztünk össze, mert a kard maga a kommunikáció, miért dobáltuk egymásra ezeket a csúnyaszavakat, ez is lehet itt nehéz kártya, nehéz szúros, negatív kártya. Na, de lesz még egy kártyánk ez a levél. A megbánás, a megbánás azért itt van. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Stabil párkapcsolat, egy stabil kártyát kaptunk. Nyolcas érmék, földenergia, a föld az mindig stabilitást ad nekünk. Nagyon jó pozitív kártya. Amit még szeretnék mondani, hogy lehet, hogy egy problémát meg tudunk oldani. Vagy valami újat együtt el tudunk kezdeni a párunkkal. Van itt pénz, a Vénusz egyébként pénz is. A Vénusz bolygónk, lehet együtt elutazzunk valahova, kifizetjük azt az utazást. Pozitív kártya. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat. Négyes, és ez is kardok. Kardokkal kezdtük, és itt is. Karda az utolsó kártyánk, ez maga a megállás. Ez, egy, ez egyébként egy nehéz kártya, ez is. Főleg akkor jön ki ez a kártya, ha túl vagyunk egy nehezebb időszakon, egy stresszesebb időszakon. Kényszerű megállás lehet például. Uh -huh. Szünet lehet ebben a kapcsolatban, nehéz kártya ez is. Szúros tehát itt vannak szúros, szúros kártyák. Nézzük csak meg a plusz kártyánkat. Plusz, plusz, plusz. A lovag tűz energiát kaptunk, viszont ez a ti energiátok. Ez jó, ez jó. Miért jó? Mert a lovag az, főleg, hogy ez gyors lovag, tehát halad előre. Nem marad, nem akar maradni ráadásul ilyen Szúros, fájdalmas helyzetben. Ez fantasztikus. Tehát kilábalunk mi ebből a helyzetből. Ez nagyon jó. Kellett ez a kártya, kellett ez a tűz energia. Hát az élet nem áll meg, kész, megyünk tovább. És ráadásul ez a lovag mutathat valakinek például utazást. A párunkkal elutazhatunk valahova egy kicsit kikapcsolódni. Egy hétvégére egy kirúcszanás lett. Jó híreket hoznak a lovagok, tehát itt kaphatunk jó hírt, át negatív híreket is hoznak, főleg itt a szúros kártyák mellett, de én itt inkább pozitív energiát érzek most. Kellett, kellett ez a lovag. Megoldjuk mi ezeket a szúros helyzeteket. Szűz. Hát itt a Mars és a Vénusz összefonódása a hatos és a hetes szektort érintik. A hatos szektor például a munka, az egészség, munkahelyi szerelem, benne van a pakriban, vagy egészséges párkapcsolat, benne van a pakriban. A hetes szektor viszont a partnerek. A partnerek. Na nézzük. Az egyedülállóknak. Nyolcas érmék, föld energiát kaptunk, megbízható, megbízható partnert kaphatunk, egy hosszú távú kapcsolatot kaphatunk. Nagyon pozitív ez a kártya, és ráadásul a ti energiátok, ez, ez föld energia. Stabil kapcsolat lehet, értékelni fognak minket, mi is értékelni fogjuk a másikat. Nagyon jó, megyünk tovább. Tovább. Stabil párkapcsolat. Ó, micsoda komolyság. Hát ez a végítélet. Nagyon komoly kártya. Például olyan is történhet, ha a kapcsolatban úgymond, hát kihűlt a kapcsolat, meghalt a szerelem. Ha ezt érezzük, akkor itt a feltámadás várható. Tehát ezt lehet látni a kártyán is. Azt szoktam mondani. Az angyalok trombitálnak, a halottak feltámadnak. Ez maga a feltámadás. Nagyon pozitív kártya, karmikus kártya. Karmikus kártya, tehát karmikus kapcsolatról lehet itt szó. Egy probléma megoldása lehet itt. És ráadásul azért itt be fogunk lépni március 25-én a karmikus folyosóba, hiszen a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között, tehát március 25 és április 8-a között, bizony, hogy ebben a karnikus folyosóban leszünk, tehát történhetnek valamilyen hm, sorsfordító események. Ez lehet egyébként egy házasságkötés is, lehet gyermekáldás is, tehát ilyen komoly dolgok ide tartoznak. Na, megyünk tovább, vagy éppen vállás. azért az is benne van a Pakliban. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat, hármas, tűz, energia, hm, butok. viszont ez egy olyan kártya, ami egyszerűen aktív kártya, tehát van előrehaladás. Megyünk előre, együtt, úgy ahogy kell, mind a kettőnek minden jó, mind a kettő boldog. Hm. Plusz, a plusz kártya ad nekünk egy információt. Aha, na hát akkor nézzük csak, hetes milyen érdekes kártyát kaptunk. Nézzük csak, egyébként kardok levegő energia, egyébként a tolvajok kártyája. Ez is, ez egy figyelmeztetés valakinek, nehogy pont ellopják a partnerünket. Vagy éppen mi ellophatjuk másnak a partnerét, Közelebb hozom ezt a kártyát, nagyon jó pofa ez a pakli, nagyon szeretem. Mit lehet látni, hogy ott az öreg úr, ott a fiatal hölgyel, ugye össze van fonódva, és pont ezt meglátta, hát a feleségem. Na hoppá! Jó, tehát ilyen is lehet, hogy éppen rajta kapnak minket valakin, vagy éppen valaki el akarja csábítani a párunkat. Érdekes. Mérleg. Itt a Mars és a Vénusz összefonódása, az ötös és a 6-szektort fogják érinteni. Ráadásul a Vénusz, ugye a ti bolygótok. A szerelem, a szépség a pénz. És az ötös szektor maga a szerelem. A romantika, tehát minden, ami boldogát tesz minket, ide tartozik. A hatos szektor viszont maga a munka, munkahelyi szerelem lehet itt. A hatos szektor viszont az egészség és a betegség is. Tehát itt egészséges kapcsolat is lehet, vagy beteg kapcsolat. Úgymond nem egészséges kapcsolat. Na nézzük akkor. Na nézzük. Tehát az egyedülállóknak mit kapunk? Hetes, hod, csodálatos kártya, csodálatosan erős kártya. Új szerelmet szokott mutatni ez a kártya, új párkapcsolatot szokott mutatni. És jó kis előrehaladást. Tehát ez nem egy éjszakás kaland, nem. Ez a kártya nem szokott mutatni egy éjszakás kalandot. Tehát azok ritka események, és oda plusz kártyákat kell húzni. Tehát pozitív kártyát kaptunk, maradjunk eddig. Nagyon pozitív kártyát. Megyünk tovább. Stabil, Stabil párkapcsolat. Ó, ez is nagy árkánom. Nagyon komoly kártya, maga a halál. Na tessék, ez a kártya mindig azt szokta nekünk üzenni, hogy lesz valamilyen változás és általában valami véget szokott itt érni, lehet, hogy a párkapcsolatnak a vége ez, de valami újnak a kezdése, új élet, egyedül kezdek el élni a párom nélkül ezen ezentől. Tehát ez is benne van a pakliban, vagy egyszerűen egy, egy nehéz időszakon túl leszünk kész. Véget ér az a nehéz időszak. Nagyon komoly kártya, karmikus kártya, és ráadásul Március 25-én ugye a holdfogyatkozás lesz, és ott karmikus időszak kezdődik. Hát igen, és a mérleg egyébként az egyik főszereplő, mert ott a napfogyatkozás április 8-án, ugye a mérlegben lesz. Tehát valamilyen karmikus dolog, valamilyen változás. Amúgy is ilyen nagy dolgok ilyenkor szoktak történni holdfogyatkozáskor, napfogyatkozáskor, vagy amikor a karmikus csomónk belép a csillagjegyenkbe. Tehát itt a mérlegnek egész évben ilyen karmikus, karmikus események történhetnek. Nagyon érdekes. Megyünk tovább. Bonyolult, bonyolult párkapcsolat. Lovag. Hmm. nagyon pozitív kártya. Vízenergiát kaptunk. A Lovag. Megint mozgás. A diadalszekér, ez előrehaladás, és a lovag is előrehaladás. Mind a kettő kártya mutathat például utazást. Valahova utazni fogunk, és ott valakivel megismerkedünk. Lehet, hogy ez egy olyan utazás, ami a munkával kapcsolatos lehet. Nos, szóval a legromantikusabb lovagot kikaptuk. És az ötös szektor a legromantikusabb. Tehát a szerelem, a romantika, az ilyen romantikus séták, a romantikus vacsora, az ide tartozik. És a lovak, ez a lovak erre képes. Az a bizonyos szőke herceg a fehér lovon, hát ez ő. Nagyon szépen tud udvarolni ez a lovag. Nagyon szépeket tud ő mesélni, mondani, csábítani, udvarolni. Egyébként ez a lovag mutat valamilyen ajándékot is, például ajándékot is kaphatunk a szerelmünktől. Jó, ja, hát március 8-a lesz, hát persze, hogy jönnek itt az ajándékok. Jó, de ez nagy szerelem is lehet. Béke, ha összevesztünk itt, kibékülhetünk, pozitív kártya. Öröm. Plusz információt kérünk szépen mindenkinek. Na, mit mond nekünk, ez a levél. Kilences ó, érmék, jó kis stabil kártyát kaptunk, jó kis értékes kártyát kaptunk, jó kis pénzes kártyát kaptunk. És ráadásul a Vénusz is pénz. Nem csak szerelem, hanem pénz is. Hm. Ez a kártya mutat ajándékot. Lehet a párunk igenis, valamivel megajándékoz minket. Olyan is lehet, hogy a párunkkal elutazunk valahova, mert azért itt van mozgás, és egyébként a kártyák mindig átfonódnak, az energia áthúzódhat a másikra is. Tehát a párunkkal valahova elutazunk, kicsit kikapcsolódni, mert ez a kártya maga a kényeztetés, maga a komfort, maga a luxus. Lehet egy hétvégére, lehet március 8-át együtt fogjuk ünnepelni a párunkkal. Sőt, egyébként értékes ajándékot is szokott mutatni. Értékes. Egy arany ékszer például. Skorpió. Hát itt a Mars és a Vénusz összefonódása a négyes és az ötös szektort fogják érinteni, és ráadásul a Mars is a ti bolygótok, nem csak a Plutó. Tehát a négyes szektor maga a család. Családi gyarapítás, ez is benne van a kártyapakliban. Az ötös szektor viszont maga a szerelem, maga a romantika. Tehát minden, ami boldogát tesz minket, ide tartozik az ötös szektorhoz. Na nézzük az egyedülállóknak. Tizen Hetes. A csillag, jaj, de szeretem ezt a kártyát. De szeretem az egyik kedvencem. Fel fog ragyogni az a csillag, bizony, bizony, el lehet írni azt a csillagot, teljesülhet egy álmunk, egy kívánságunk. Egyszerűen a szerelem szerencsés csillagzat alatt áll. Tehát, ha ez egy új szerelem, akkor. Jolly Joker, pláne. Új, szép, ígéretes kapcsolat. Gyönyörű. Gyönyörű. Felragyog a csillagunk. Az égiek is ezt akarják. Na, megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Stabil párkapcsolat. Kilences tűzenergia. Ez egy picit nehezebb kártya azért. Ez egy picit nehezebb kártya. Uh -huh. Valamilyen nehézséget szokott mutatni. A párunknak az a véleménye, nekünk az a véleményünk egy bizonyos dologról. Hát igen, igen, itt meg kell védeni magunkat. Sőt, sőt, valaki magára húzhatja azt a bizonyos páncélt, mert a múltban megsérült. És itt az ember védeni akarja magát, védekezik, hogy nehogy még egyszer megsérüljön az a kis lelke. Hmm, ez nehézkes kártya. Na, a plusz, a plusz kártyánk majd segít nekünk, itt lesz a plusz kártyánk. Bonyolult párkapcsolat. Kilences, ez is kilences. Hmm. A kilencesek egyébként a, a befejeződés, valaminek a vége. Vége egy nehezebb időszaknak itt lehet. Ez viszont maga a boldogság. Határozottan boldogság, öröm, ajándék lehet. Hát persze. Mikor, ha nem most, ugye március 8 -a, és ráadásul például a kékek. Perszgő, perszgőbontás is lehet itt. Uh -huh. Alkohol a kékek. Nos, menjünk csak tovább. Mit üzen nekünk ez a levél? Ó, a titok! milyen titokzatos kártyát hoztunk ki. A főpapnő, teli holdkor, új holdkor, valami történhet, valamilyen fontos esemény. Ráadásul holdfogyatkozásunk lesz. Tegnap is említettem a videóimban a holdfogyatkozás, és külön lesz erről videó majd márciusban. Jó, és ez egy karmikus esemény. Ráadásul ott be fogunk lépni március 25-én a karmikus folyosóba. Tehát, amit szeretnék mondani, hogy a fő főpapnő egy védőkártya. Tehát itt a fenti erők azért védelmeznek minket, szeretnek minket, fogják küldeni nekünk az információt, tehát a megérzés, a jeleket fogni kell. De amikor megjelenik ez a kártya, akkor lehet itt egy titok, egy titkos hódoló? Mm? Egy titkos szerelem? Egy titkos kapcsolat? Mm. Nekünk szimpatikus lehet valaki, amit, amit eltitkolunk? Mm. A párunk eltitkol valamit? Tehát valamilyen titok azért van itt a levegőben. Nyilas. Itt a Mars és a Vénusz összefonódása a hármas és a négyes szektort érintik. A hármas szektor például az utazás, például a kommunikáció, tehát itt valamit megbeszélhetünk, kompromisszumot köthetünk, de akár veszekedés is lehet, vita is lehet. Igen, a kommunikáció. A négyes szektor a családunk családgyarapítása is lehet. Na nézzük, az egyedülállóknak, az egyedülállóknak hatos, gejheg, víz vízenergia. Ó, micsoda kártya! Hát először is ez um, pozitív kártya. Vízenergia, tehát érzelmek, valami nagyon boldogá teszi a lelkünket. Ez lehet egy ajándék. Március 8, de ez a kártya a múlt például. Egy találkozás lehet egy régi szerelemmel. Hmm. Tavasz van, tavasz, kezdődik itt a tavasz, tehát hmm, a tavasz megélése. Új tavasz lehet a, a szerelemben? Hmm. Igen, igen. Aha. De egyébként nagyon pozitív kártya, érdekes. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Ez is hatos. Viszont ez a levegő energia. Kardok, tehát ez viszont szúros kártya. Hmm. Lehet olyan kardok, kommunikáció, és hármas szektor kommunikáció, ráadásul a közvetlen környezetünkkel. Itt megegyezhetünk a párunkkal, kompromisszumot köthetünk, vagy, vagy éppen, hogy összevezhetünk, amiről beszéltem. Igen, tehát ez itt 50-50, 50-50 százalék, -50 a plusz majd itt fog segíteni. Ez a hatos, ez mozgást mutat. Együtt például elutazhatunk a párunkkal, mert egyébként a hármas szektor utazás is, tehát ilyen rövid utazás, belföldi utazásokat mutat a hármas szektor. Lehet, hogy kiruccanunk március 8-ára, de olyan is lehet, hogy... Komolyabb változás lehet a, a párkapcsolatba, vagy pozitív, vagy negatív, mondom 50-50 százalék, -50%, mert a hátunk mögött hagyhatjuk a negatívumot, a veszekedéseket, a sértődést, és új vizekre fogunk gevezni, a békét fogjuk választani, új lappal indítunk, ilyen is lehet. Vagy azt fogjuk mondani, hogy kész, köszönöm szépen, elegem van ebből a kapcsolatból szakítunk. Tehát ez is benne van a párkapcsolatban, ez is benne van a pakliban, úgymond. Megyünk tovább, megyünk tovább, bonyolult, bonyolult kapcsolat. Hát, nagyon szenvedélyes kártyát kaptunk, ez maga az erő, ez tűzenergia. Tűzenergia a nyilas is, tűzenergia ti energiátok. Erő, és ez lelki erő. Lehet itt egy szenvedélyes kapcsolat. Nagyon akkor, akkor nagy szenvedély lesz. Vagy lehet, hogy pontosan lesz annyi lelki erőnk. Lezárni ezt a kapcsolatot. De itt van erő. Az biztos ez a lényeg. Szenvedélyes kapcsolat, szenvedélyes viszony lehet. Hm. Na nézzük a pluszkártyát. Pluszkártya, érmék, földenergiát kaptunk, a lovag. A lovagok mutatnak utazást, és ahogy mondtam, a hármas szektor például utazás. A hármas szektor az autó, a hatos kártya ez is szokott mutatni autóvásárlást. Lehet, hogy a párunk meg a Autóval, vagy a párunk szponzorálhat minket, kifizet egy nyaralást nekünk, vagy egy fantasztikus hétvégét. Jo, tehát ez is benne van. Pozitív kártyát kaptunk, és az érmék értékek. Értékek. Tehát itt a párunk minket értékel. És megint van mozgás. Ez, ez az, ami 50-50 százalék. -50 megint csak 50-50 százalék. -50%. Egyébként pluszban, amit szeretnék mondani, ha külön veszem ezt a kártyát, ezt a lovagot, érmék ő megbízható. Ő stabil. Viszont ő tisztességes. Viszont ugyanezt elvárja a másiktól is a tisztességet. A megcsalást nem fogja megbocsátani. Nem. Nagyon gyakran ez a lovag lehet, vagy szűző, vagy bika, vagy bak. Plusz információ ez valakinek. Tehát ő, ő, ő ilyen ő komoly, a párkapcsolatban lassan halad, de biztosan, hogy szokták mondani, nem ajtóstól ront be. Mm, hanem bekopog, és várja szépen, hogy nyissák ki neki azt az ajtót, de mondom, hogy a, a megcsalást nem, nem fogja megbocsátani. Lehet, hogy azt a picike kis flörtöt még elnézi, még, még meg lehet lesz az beszélni, mert kardokat kaptunk, ez maga a kommunikáció, és a hármas szektor ugye itt nagyon érintett, az kommunikáció, főleg március 11-ig nagyon élesít ez a hármas szektor. És ugye a Mars-Vénusz, a Mars az viszont egy agresszív bolygó, tehát ha veszekedés, akkor, akkor ilyen heves veszekedés lehet. Bak, hát itt a Mars és a Vénusz összefonódása a kettes és a hármas szektort fogják érinteni. A kettes szektor maga a pénz. A Vénusz is egyébként pénz, nem csak szerelem és a kettes szektor az értékeink. Az egyik értékünk a szerelem, például. A hármas szektor viszont a kommunikáció, tehát itt akár meg tudunk beszélni valamit a párunkkal, kompromisszumot kötni, vagy, vagy a veszekedés is azért ide tartozik. Az utazás is ide tartozik, lehet, hogy valahova elutazunk, és pont ott fogunk fogjuk megismerni azt a nagyőt. vagy vagy a tanulás is például ide tartozik elmegyünk valahova tanulni és ott 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 történik meg az a nagy találkozás na nézzük az egyedülállóknak tízes a szerencsekerék a szerencsekerék de szeretem azt a kártyát egyébként karmikus kártya és karmikus időszak kezdődik itt március 25-től, mert március 25-én holtfogyatkozás lesz, és belépünk abba a bizonyos karmikus folyosóba. Sorsfordulatot mutat ez a kártya, ez a szerencsekerék. Fordul, fordul a kerék, sorsfordulat, és pont 12 óra harangoznak. Ez egy plusz jel. Karmikus kapcsolat lehet itt. Hmm. nagyon komoly kártyát kaptunk, és egyébként holdfogyatkozáskor, napfogyatkozáskor tényleg ilyen fantasztikus dolgok történnek az ember, az ember életében. E, és egyébként ott holdfogyatkozás, napfogyatkozás, erről lesz külön videóm, de ha a bakokról beszélünk, ott a tízes és a négyes szektor érintett pont, pont a két fontos szektor, uh -huh. az egyik a státusz, státusz, fér leszek, feleség leszek, vagy éppen elválunk, ugye? Megtörténik a státuszváltás, vagy gyarapodhat a család, ugye? Ez státuszváltás. Apuka leszek, anyuka leszek, tehát ez egy komoly, komoly, komoly időszak lesz ott. Bakok, figyelem. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Hatós, érmék, földenergia, a ti energiátok, csodálatos, nagyon pozitív ez a kártya. Kaphatunk ajándékot például. Március 8-a, hát mikor, ha nem, most. Egyébként, egyébként ez a szerelem, hát hogy is mondjam, mint az ég ajándéka, ez egy égi ajándék lehet. Valamilyen fordulat is történhet itt. Lehet, hogy eddig valahogy nem működött ez a párkapcsolat, és most, és most valamilyen csoda megtörténik, ahogy mondtam, karmikus-karmikus időszakban leszünk, és egyszerűen az érmék, ugye értékek, Rájövünk, hogy értékes ez a kapcsolat, rájövünk, hogy a párunk mégis szeret minket, hogy mi is szeretjük a párunkat, hogy értékesek vagyunk egymásnak. Tehát kölcsönös támogatást, a kölcsönös támogatás az meg lesz itt. Hmm. Érdekes. És egyébként érmék, a Vénusz ugye nem csak szerelem, a Vénusz, a bolygó, a pénz is. Tetszik nekem, nagyon tetszik nekem ez a, az energia itt. Uh -huh. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat, bonyolult párkapcsolat, királynő, kejhek, vízenergiát kaptunk. Ez a királynő egyébként lehet vagy rák, vagy halak, vagy skorpió például. Hát ez itt most 50-50 százalék, -50 lehet, hogy ő egy vetétársnő, benne van a pakliban, de lehet, hogy pont egy ilyen hölgy segít nekünk megoldani egy problémát. Egyébként ez a hölgy olyan, aki, aki foglalkozhat ezotériával is, például ez az én kártyám is, de lehet, hogy ő, ő az édesanyánk, mert azért ez a hölgy ez nagyon anyáskodó. Plusz, plusz információ, hogy ez a kártya mutat ajándékot. Március 8-a, így van. Nos, nézzük meg a pluszkártyánkat. A pluszkártya mit mond? Mit mond a levél? Az uralkodó. Ó, milyen komoly kártyát kaptunk. Egyébként az uralkodó megbízható. Az uralkodó um, terv szerint halad, megtervez mindent. A kezébe szereti venni az irányítást. Lehet, hogy a párunk ilyen lesz, de lehet, hogy pont mi, Ilyenek leszünk, mint ez az uralkodó. Az uralkodónak van negatív oldala, például lehet nagyon nyomasztó, lehet egy manipulátor, figyelem. Vizöntő. Hát, mit mond a Mars és a Vénusz a vizöntőknek? A vizöntő a főszereplő. Miért? Mert a Mars 22 éig a vizöntőben lesz. Viszont a Vénusz március 11-ig lesz a vizöntőben. Tehát itt az egyes szektor nagyon érintett, és a kettes, de főleg az egyes. A kettes szektor maga a pénz, a Vénusz is a pénz, és az értékek, az egyik értékünk a szerelem a boldogság. Az egyes szektor viszont, ó, hát itt bármi lehet. De a vizöntők a főszereplők, ahogy mondtam. Na nézzük, mit mondanak nekünk a kártyák az egyedülállóknak. Hatos érmék, érmék, értékek, megjöttek az értékek. Érmék, földenergia, érmék, a Vénusz is, pénz. Tehát nem csak szerelem, hanem pénz is. Nos, hát ez a szerelem lehet, mint, mint egy égi ajándék. Az ég ajándéka, itt lesz támogatás, itt lesz segítség, kölcsönös támogatás, kényeztetés is. Nagyon pozitív kártyát kaptunk. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat stabil párkapcsolat. Ötös, oppá, a két véglet. A pozitívum és a negatívum. Megint ér még föld energia, viszont ötös. Az ötös az mindig változás. Az ötös az lehet válság, válsága kapcsolatban, valamilyen nehézség, nehéz időszak. Szeretet hiánya lehet. Uh -huh. Ez a kártyához hozzátartozik a betegség is. Nem egészséges kapcsolat, az is lehet. Na, a plusz kártya nekünk segíteni fog. Itt lesz ez a plusz kártya. Megyünk tovább. Itt nem értékelhetnek minket eléggé. Ha itt értékelnek, akkor itt nem. Ugye a kettes szektor az értékeink, mennyire értékelnek minket. A kettes szektor még a. Az önértékelésünk, lehet, hogy mi saját magunkat nem értékeljük eléggé, és ezen kell változtatni. Na menjünk tovább. A bonyolult párkapcsolat, a világ. Ez viszont pozitív kártya, nagyon pozitív kártya. Valamilyen változás lehet itt. Egy. Magasabb szintre átléphetünk. Egy ciklus itt befejeződhet, és egy új ciklus kezdődhet ebben a kapcsolatban. Lehet, hogy ez a kapcsolat eddig titkos volt, és akkor most már nem fogunk titkolózni, Na, ugye ez egy? Vagy hivatalos lesz a párkapcsolat? Például jogilag hivatalos. Ez is benne a pakliban, de egyébként pozitív kártya. És azért itt karmikus időszakban leszünk, mert március 25-én holdfogyatkozás. És ez viszont, igen, ilyen komoly dolgok történhetnek. Ilyen sorsfordulat lehet. Plusz információ. Mit mond nekünk ez a levél? A mágus. Hmm, micsoda kártya. Szeretem, nagyon szeretem. A mágus, a mágia, a varázslat belép az életünkbe. Egyszerűen hm, ki tudjuk provokálni a sikert, a mágiát. Tessék, varázsolni lehet. Nem hiába itt a vizöntő a főszereplő, és nem hiába az egyes szektor az érintett. Az egyes szektor, én vagyok, az egész életem a porondon. És a mágus is egyes szám. Tehát itt a, a főszereplő a vizöntő. A vizöntő egyszerűen most varázsolhat. Minden, minden teljesülhet. A vizöntő el tudja érni itt a célokat. Ha van valamilyen probléma, meg lehet oldani. Ha van valamilyen konfliktus, meg lehet oldani. Mert egyébként a mágus azt üzeni, hogy én egyedül mindenre képes vagyok. És ez a kártya is az ötös, hiába ő negatív, de minden kártyának van egy üzenete, nem is egy. És az egyik üzenete az, hogy a hit, na az, amit nem szabad elveszíteni. Hinni kell magunkba, hinni kell az univerzumba, hogy minden rendeződik. Halak, a Mars és a Vénusz összefonódása itt a 12-es szektort érintik, és az egyes szektort. A 12-es szektor a halacskáknak a szektora, és az egyes es szektor, tehát itt érintett lesz, tehát a halacskák lesznek a fő március 12 mert akkor a Vénusz a halakban lesz. Hmm. Ez zseniális, ez csodálatos. A mars viszont 22-től, március 22-től a halakban lesz. Tehát halacskák, itt minden lehetséges. Viszont a 12-es szektor, ez maga a titok is. A távoli földek is. Lehet, hogy távkapcsolatról lesz itt szó. Vagy vagy elutazunk valahova egy, egy elszigetelt helyre, például egy szigeten valakivel meg tudunk ismerkedni, vagy szállodában, mert a szálloda is ide tartozik, vagy kórházban, mert a kórház is a 12-es szektorhoz tartozik. Na de nézzük, az egyedülállóknak, az egyedülállóknak. 9-es, jaj, de csodálatos kártya, föld energiát kaptunk, az egyik legcsodálatosabb kártya. Tehát, Pozitív kártya, nagyon pozitív kártya, váratlan szerelem lehet például. Hát, boldogság, örömteli fordulat lehet. Fentarthatóságot üzen ez a kártya, igen, biztonságot üzen ez a kártya, és tervékenység is egyébként. Ez is ide tartozik ehhez a kártyához. Tehát nagyon pozitív kártyát kaptunk, és ráadásul ér még pénz, kaphatunk ajándékot, ez az ajándék lehet, mint maga a szerelem, vagy, vagy ajándék. Hát március 8-a, igen, egy ö, születésnapok. Kettő, ugye a boldogságos születésnapokat kívánok a halacskáknak? Hát persze, hogy ajándék. Na, megyünk tovább. Stabil párkapcsolat mit mutat nekünk? Az erő. Jaj, de jó, erősek leszünk. Erősek leszünk, bátrak leszünk, erő erős kapcsolat. Erős kapcsolat. Jaj, de jó. Hmm. És egyébként ez lelki erő. Például, ha nem, volt, nem voltunk eléggé erősek, eléggé bátrak, például bocsánatot kérni, vagy a párunk nem kér tőlünk bocsánatot akkor ez most megtörténhet. Vagy lehet, hogy nem voltunk eléggé bátrak bevallani azt, hogy hát szeretlek, akkor itt most megjön ez az erő. Tehát megjön az az erő valamin változtatni például. Vagy lezárni egy vitát, de erő. Jaj, és ráadásul tűz energia ez. Tehát itt van szenvedély, szenvedély, hogy ne? megyünk tovább, és a bonyolult párkapcsolat mit mutat nekünk. Kilences, remette, remette, milyen, milyen érdekes. Tehát itt hasonló energiát kaptunk, mint, mint a 12-es szektor. A 12-es szektor a titok, a titokzatosság, és ez a kártya is mutat nekünk titkot. Valamit megtudhatunk, vagy a mi titkunk kitudódik. Ott a hold, új holdkor, teliholtkor, valamilyen fontos esemény lehet, vagy holdfogyatkozásunk lesz ráadásul március 25-én, és ez karmikus időszak. Amit még szeretnék pluszba mondani, hogy lehet, hogy ebben a kapcsolatban valaki azt fogja érezni, hogy ő egyedül van. Egyedül van, nem számíthat a. A, a párjára, a támogatására. Mm, és az izolált hely egyébként ide is hozzátartozik, ugyanúgy, mint a, mint a 12-es szektor. Nagyon érdekes itt az izolált hely. Mm -hmm. A titok. Mm -hmm. Lehet, hogy a párunk is nem akarja, hogy ki tudódjon ez a kapcsolat. Mm, hát, van itt titok, van itt valami. Valami van. Lehet, hogy valaki azt fogja akarni, hogy egy picit eltávolodjon ettől a kapcsolattól. Kell az az egyedülét, kell lesz az az egyedülét, hogy átgondoljuk a dolgokat. Hogy uh -huh. az ember megtudja pontosan, hogy mit is akarok, akarom én ezt a kapcsolatot. Nagyon misztikus ez a kártya, is. olyan, mint a 12-es szektor. Most a plusz információ. Kettő kártya jön. Hát akkor, akkor legyen kettő hát a születésnaposoknak persze az egyik, mind a kettő kardok, tehát mind a kettő szúrós kártya, és milyen érdekes, ötös, és az ötös után hatos. Tehát egymás után így mennek a kártyák és, és így is húztuk ki őket. Ötös, hatos. Az ötös kártya, ez, ez lehet konfliktus, kardok, kardok, beszéd, konfliktus. Az ellenség, hát komoly ellenség. Komoly ellenség, komoly vetétárs lehet itt. Tehát kaptunk egy negatívumot, viszont a következő kártya, a hatos, ez viszont a mozgás. a mozgás. Ott hagyjuk a hátunk mögött ezt a negatívumot, és megyünk tovább. A, ö, a nyugalmat fogjuk választani, a békét, a szerelmet. Lehet, hogy a, a párunkkal valahova elutazunk. Elutazhatunk pont egy ilyen helyre, mint, mint a 12-es 12 szektor. Tehát 12-es szektor maga az izolált hely. Ez lehet, tényleg mehetünk csónakázni, vagy, vagy hajókázni a párunkkal, és a, tizen, a hajó is ugye egy elszigetelt hely, vagy egy szigetre, a szálloda is elszigetelt hely, tehát ilyen fantasztikus dolgok is ide tartoznak vagy ugye mozgás-mozgás, meg tudunk egy titkot. Ki a titkos ellenségünk? Például, mert a 12-es szektor a titkos ellenség is. Nagyon érdekes. Az önmarcangolást azt nem tanácsolom, mert a 12-es szektor ad félelmet, igen. A kardok viszont az ész, az ész a mentális állapotunk, jó. A kardok és a, és a, remete adhat depressziót például. Hát ezt nem, ezt, ezt, gyorsan el kell felejteni, jó. Ott kell hagyni, és, és hova evezni a pozitív dolgokhoz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!